Kárten, aki itt ül, az valamiért bekerült az akadémiára, valamiért végigcsinálta, és valamiért valamilyen tudással rendelkezik, és valamilyen képességgel rendelkezik, hogy ő itt lehet. Erre gondoljatok, hogy különlegesek vagytok. Így búcsúztatta a 2005-ös születésű női és férfi labdarúgókat a már hagyományjá vált akadémiai ballagáson Simon Miklós. A DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója szerint egy fontos időszak következik most a játékosok életében. Ki belép az akadémia, szerintem ez a célja, hogy egy jó minőségű és egy olyan labdarúgó legyen, aki kihozza magából a maximumot nekünk, meg azt kell megnézni, hogy a bizonyos játékosoknak talán mi a maximum, és azt mi próbáljuk kihozni belőlük. Tehát ez a szimbiózis, ez az összhang kell, hogy meglegyen, és az ő terveiknek megfelelően, vagy akár szülő és játékos terveknek megfelelően kitaláljuk azt a karriert, kitaláljuk azt a karrierutat, ami mindkettőnknek megfelelő, és mindkettőnk elégedettségére van. Női akadémistáink közül biztató jövő előtt áll Katona Flóra, aki az elmúlt idényben már több játékpercet is kapott az NB1-ben. Ráadásul kétszer be is talált. Nagyon jó érzéssel töltött el az egész, és boldog vagyok, hogy ezek vannak mögöttem, és remélem, hogy még lesz több esélyem több gólt rúgni, megjátszani NB1-ben. Nehéz időszakokon vagyok túl, viszont nagyon boldogan éltem meg ezt az egészet, mint az U19-et, hál' Istennek játszottam U17-be is. Nagyon sokan segítettek, az edzők, a családom is támogatott, és hát nem kellett semmi más, csak a tehetségem, és remélem, hogy a legtöbbet kitudom magamból hozni. 2021 nyara óta a női labdarúgók képzése is akadémiai keretek között zajlik. Ennek előnyeit a most elballagott játékosok mind élvezhették. Női futballnak egy kuriózuma, hogy minél fiatalabban tudnak bekerülni a labdarúgásba, viszont hamar is ki tudnak kerülni. Viszont nekünk most elsődleges célunk itt az, hogy bekerüljenek ebbe a körforgásba, és szerencsére élnek is vele, nem csak oda kerülnek, hanem utána ott is tudnak ragadni. Ez mutatja az ő kitartásukat, minden hozzáállásukat a futballhoz igazából, és emellé persze szerencsénk van, hogy olyan vezetőedző dolgozik az NB1-es stábnál, aki viszont számít is a fiatalokra is. Folyamatosan szeretné őket itt a jövőben is látni. Fekete Vince számára emlékezetes marad az utolsó akadémista év, hiszen NB1-es debütálásán tudott betalálni. Külön köszönöm a stábnak és a játékosoknak, akik körülöttem dolgoznak. Nélkülük és nyilván nélkülem sem jött volna össze ez az egész dolog, ami a Debrecen elleni estén összejött. És még akkor is mondtam, és most is mondom, még álmomban se gondoltam volna azt, hogy én az első meccsemen gólt fogok rúgni, de nagyon örülök neki, hogy hál' Istennek így sikerült. Nagyon jól emlékszem vissza ezekre az akadémiai évekre. A mondhatom úgy, imádtam itt focizni, és imádok itt focizni, mert tényleg nagyon szívemben nőtt ez a klub, és ettől a klubtól kaptam a legtöbbet pályafutásom során. Ezekre a pillanatokra pedig nem csak a játékosok emlékeznek vissza szívesen, hanem azok az emberek is, akik együtt élték meg ezt velük, sok más szép momentum mellett. Amikor rájuk nézek, főleg egy ilyen ballagás alkalmával, és végignézzük közösen a videókat, akkor igazából ez a munkánk gyümölcse. Hiszen ugye mindjárt azért dolgozunk, hogy ők mind a felnőtt labdarúgásba ugye beintegrálódjanak, illetve mind a civil életben megtalálják a számításaikat. És amikor egy-egy ilyen videón keresztül egy NB1-es bemutatkozást láthatunk, sőt ugye élőben átélni ezeket. Egy NB1-es bemutatkozás, egy első gól NB1-be, első szezon, első osztályba, és mind a mellett, amikor egy-egy olyan visszacsatolás, hogy sikeres fél év az első egyetemi szemeszterben. Ez mind siker számunkra is, illetve elég nagy büszkeséggel tölt el minket. És ami akadémiánkon is nagyon fontos, hogy a most ballagók ne csak futballistaként, de emberként is megállják a helyüket az életben. Ugye próbálunk egy olyan holisztikus szemlélettel dolgozni, ami a játékost teljes egészében vizsgálja, ehhez hozzátartozik ugye a pályán kívüli élet is, akár a tanulás, akár a családi háttér, akár a dietetika, akár az egészségmegőrzés, egészségre nevelés. Próbálunk nevelni, próbálunk jó embereket nevelni. Ez a tanuláson keresztül visz az út, az a rossz hírem. És nagyon örülök neki, hogy ehhez nagyon jó partnereink vannak itt a városban,
az iskolák, és nem csak a gimnáziumok, hanem az általános iskolákról is elmondhatom ezt, hogy, hogy egyre több olyan partnerünk van, aki segít és szívesen áll be mellénk a sorba, és együtt a srácokért tudunk dolgozni.